Fejlesztések napkoron 7 km hosszan csapadékvíz elvezető hálózatot, valamint több szakaszon kerékpárutat is építenek a településen topos forrásból. Új hullámmedence, több mint 100 millió forintos beruházással bővült a tiszavasvári strand és élményfürdő. A látogatók szombaton vehették birtokba az új látványosságot. Emlékművet koszorúztak, az első világháború hőseire emlékeztek Kállósemjénben. A településről több mint 600 katonát soroztak be 1914 és 1918 között. 150 millió forintból 7 kilométeres szakaszon építenek ki csapadékvíz elvezető hálózatot napkoron. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A település önkormányzata az úgynevezett topos keretből nyert uniós támogatást a beruházásra, amelyet jövőre terveznek. Napkoron több szakaszon kerékpárút is épül, 350 millió forintot fordítanak erre a célra. Ezen az útszakaszon is elkezdődhet egy újabb kerékpárút építés napkoron uniós támogatással. A település a terület és településfejlesztési operatív programban 350 millió forintot nyert kerékpárutak építésére. Itt napkoron 41-es számú főút mentén is egy 3 kilométeres szakasz megépülhet, illetve Nagykáló irányába is tudunk egy több mint 1,5 kilométeres szakaszt kiépíteni. Ez ugye Nagykáló irányába akkor majdnem teljes egészében kiépítetté válik, illetve itt a 41-es főút mentén pedig nagyon örülünk neki, mert napkoron ugye két lehajtó van a 41-esről, az Orosi úti és a Sényi úti lehajtó, és ez össze lesz kötve. Továbbá még van egy nagyon jelentős ipartelepünk, és ezt a részt is be tudjuk kapcsolni így kerékpárúttal. Megoldódhat a belvíz probléma a településen, ha kiépül a teljes csapadékvízelvezető hálózat. Napkor önkormányzata pályázott erre a célra. 7 kilométer hosszan a belvizes területeken zárt rendszerben és burkolt árkokban víztározókkal épül ki a csapadékvízelvezetési hálózat. A beruházás már túl van az előkészítő szakaszon, 2018-ban kezdődhet el a kivitelezés. 150 millió forintot fordítanak csapadékvíz elvezetésre. A top források lehetővé tesznek további energetikai beruházásokat is. Itt az idősek otthonának épületén napkollektorokat fognak elhelyezni. Energetikai pályázatot nyújtottunk be, és ennek keretében a polgármesteri hivatal, illetve az idősek otthona épületét napkollektorral, napelemmel el tudjuk látni, illetve az idősek otthona épületénél még fűtéskorszerűsítést is meg tudunk belőle csinálni. Ez a terület ismerős lehet azoknak, akik szívesen látogatnak el a napkori lovas versenyekre. A Kígyós Szabadidőpark a település egyik legértékesebb zöldövezete, ligetes fás és egy kis horgásztó is található itt. A település a második körös fejlesztési forrásokból szeretné, ha támogatást nyerne rá, rendezetté és turisztikailag is látogathatóvá tennék a szabadidőparkot. Erre pályázik az önkormányzat. Több mint 100 millió forintos beruházással bővült a tiszavasvári strand és élményfürdő. A látogatók szombaton vehették birtokba az új hullámmedencét. Az üzemeltető azt reméli, az elmúlt évek folyamatos beruházásaival és a most átadott látványossággal egyre több érdeklődő számára lesz vonzó a tiszaparti kisváros strandfürdője, és idén megdől a tavalyi 76 ezres látogatórekord. Kisebb tömeg várta a tiszavasvári fürdőben az új élménymedence üzembe helyezését. Az éles tesztüzemben ugyan még senki sem mehetett be a változtatható magasságú hullámok előállítására képes új látványosságba, utána viszont a kicsik és nagyok is tapasztalatot gyűjthettek a medence vízmélységéről és hőmérsékletéről. A kiváló minőségű gyógyvíz miatt sok vendég évek óta visszajár a kisváros strandjára. Itt van a nyaralónk a Vasvári strand közelébe. Már jó ideje itt nyaralunk tavasztól őszig, és olyan jó, és örülünk itt mindannyian, hogy itt megépült a strand, fejleszték. Én fiatal korom óta csak láttam, hogy milyen volt, és most, hogy milyen lett. A strand gyors fejlesztését a térség országgyűlési képviselője is kiemelte a hullámmedence szombati avatásán. Minnai Győző elmondta, a víz minősége nem marad el a környező nagy fürdőkéitől. Az üzemeltetők saját erőből fejlesztenek, van pancsoló és tanmedence. Rendelkezésre áll a gyógyrészleg, valamint figyelmet fordítanak a vendégek elégedettségére is.
Hangsúlyozta azt is, hogy a strandban nagy fejlesztési potenciál van. Magyarországon a belföldi turizmus dinamikusan fejlődik. Ha a vendégészakák számát nézem, talán ez lehet majd a következő lépcső itt Tiszavasváriban is, hogy egy szállodát kell majd építeni, hogy a szálláshelyek bővüljenek, de maga a strand a gyógyvízzel, a most átadott hullámmedencével, amely azt mondhatom, hogy itt ebben a térségben, Tiszavasváriban még nem volt ilyen, de ebben a térségben sem nagyon látunk ilyet. A mostani üzemeltető 2013-ban vette át a strand működtetését, azóta meg négyszereződött a vendégek száma. Az első évben kialakították az alapinfrastruktúrát, majd a medencék építése kezdődött el, a hosszú távú beruházás pedig a terület rendezésével ért véget. Az elmúlt években több 100 millió forintot fordítottak a strand fejlesztésére, a legutóbbi beruházásuk pedig ez a hullámmedence volt. Maga a hullámmedence is 100 milliós nagyságrend volt. Gyakorlatilag ezt próbáljuk egyrészt pályázati pénzekkel is, volt két kisebb támogatásunk, egyik az élménymedencére, másik a tanmedencére, de gyakorlatilag maradjunk annyiba, hogy ilyen 100 milliós nagyságrendekben fejlesztettünk az elmúlt 4 évben. Tavaly mintegy 76 ezer vendéget fogadott a tiszavasvári strand, amelyet a városon és a szűkebb térségen kívül egyre többen megismernek. Az üzemeltető reményei szerint az új medencékkel és a kedvező időjárással idén akár új látogatói csúcsot is dönthet a fürdőhely. Baleset történt ma délelőtt a Kállói úton a Tünde utcai csomópontnál Nyíregyházán. Egy személygépkocsi lassított, amire a mögötte érkező nem reagált időben és összeütköztek. A balesetben a vétlen jármű utasa sérült meg, őt a mentők kórházba szállították. Özbakot ütött el egy autó vasárnap délután Tiszavasvári és Nagycserkesz között. Az állat a balesetben elpusztult, személyi sérülés nem történt, viszont a személygépkocsiban jelentős anyagi kár keletkezett. Az első világháború hőseire emlékeztek Kállósemjénben. A település már a kezdetektől aktívan részt vett a harcokban. Több mint 600 katonát soroztak be 1914 és 1918 között. A hősi halottak számára még 1931-ben emlékművet is állítottak. A központi hatalmak oldalán az osztrák-magyar monarchia részeként kapcsolódott be a Magyar Királyság az első világháborúba. Az 1914 és 1918 közötti 4 éven át tartó háború Európából indult, majd globálissá vált. Összesen több mint 15 millióan vesztették életüket a harcokban. Az első világháborúban a központi és az antant hatalmak álltak egymással szemben. Ekkor vetették be először harci alkalmazásra a repülőgépet, a harckocsit és a harci gázt is. A háború kirobbanásának dátuma 1914. július 28-a volt. A hősi halottakról emlékeztek meg Kállósemjénben. A településen élők az első percektől aktívan részt vettek a háborúban, közölte Belica László polgármester. Több mint 600 katonát soroztak be innen az első világháború folyamán. 1914. augusztusától már jöttek hírek, hogy sajnos apák, fiak haltak meg. Mindösszességében 82 hősi halottról állít emlékművet ez a mögöttem látható emlékmű, és 27 megrokkant ember is a világháborúhoz tartozik. Gróf Polkenstein Oswald nevéhez köthető ennek az emlékműnek a létrehozása, melyet 1931-ben alapítottak. A háborút lezáró békekonferencián 1919 és 1923 között a 4 győztes hatalom, Franciaország, Anglia, az Egyesült Államok és Olaszország 6 szerződést írtak alá a vesztes hatalmakkal, azaz Németországgal, Ausztriával, Bulgáriával, Törökországgal és Magyarországgal. A békeszerződések mindegyike rendelkezett 3 alapvető résszel, ezek a területi változásokat, a jóvátétel fizetéseket és a haderő csökkentéseket taglalták, amelyek nagy mértékben megváltoztatták az 1914 előtti állapotokat. A kállósemjéni megemlékezésen a Magyar Honvédség katonái, illetve a Bocskai István lövész dandár helyőrségi zenekara is részt vett. Az ünnepséget koszorúzással zárták.
Mintegy 100 gyermeket táboroztat idén nyáron a József András Oktató Kórház gyermekrehabilitációs osztálya a Kérlek Segíts alapítványnak köszönhetően. A civilek támogatása lehetővé teszi, hogy a beteg vagy hátrányos helyzetű gyermekek akár szüleikkel együtt töltsenek el egy hetet Sóston vagy Márokpapin. Ez azért is fontos számukra, mert sokan egészségügyi vagy anyagi helyzetük miatt talán soha nem jutottak még el vakációzni, közölte dr. Kántor Katalin, a József András Oktatókórház gyermekrehabilitációs osztályának főorvosa. Ebben az évben három további alapítvány 3 millió forinttal támogatta a nyári programokat, így például egy életmód tábort is szervezhetett a kórház. Ez a 3 millió, ez egy olyan plusz volt számunkra, amit az eddig megszokott betegségspecifikus célirányos táboraink mellett két újabb típusú tábort tudtunk megszervezni. Az egyik ezek közül a családtáborunk volt, amely családtábor kétszer egy hetet biztosított arra, hogy ezeknek a súlyosan, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek a családjait, az egész családot egy szülőjük és az év gyerekkel együttesen tudtunk biztosítani számukra, hogy egy hetet pihenjenek, szó szerint pihenjenek, hiszen itt az élményterápiás szakembereink voltak azok, akik segítettek a szülőknek. A Kárpát-medencei ipari kendertermesztés egyik központja lehet a következő években Beregdaróc, hangzott el a 17. kenderes napokon. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Nagy célokkal kezdte meg a felkészülést a következő szezonra a Fátum Nyíregyháza női röplabda csapata. A keret a nyáron több új játékossal is erősödött. A játékosok kemény edzésekkel és felkészülési tornákkal hangolódnak az októberi szezon kezdetre. Hibátlan vasárnapot zártak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei NB2-es futballcsapatok. A Nyíregyháza Spartacus hazai és a Kisvárda Masterbud idegenbeli mérkőzéseire nem csak a lehűléssel járó eső, hanem a gólzápor is megérkezett. A Kárpát-medencei ipari kendertermesztés egyik központja lehet a következő években Beregdaróc. Ez az elképzelés az élhető vidék megteremtésének a programjával is összhangban van. A beregi településen a hétvégén 17. alkalommal rendezték meg a Daróci kenderes napokat, amelyen a szervezők éppen ezért már nem csak a néphagyományok bemutatását helyezték előtérbe, hanem a jövő építésének az alapjaihoz is hozzá kívántak járulni a kender népszerűsítésével. Mikor eltörtjük a kendert, akkor utána meg kell dörzsölni. A dörzsölés kétféleképpen is történik. Lehet dörzsölőbe dörzsölni, de lábbal is lehet. A kender feldolgozásának a lépéseit sorolja ez a 74 éves néni. Ő azon kevesek között van, aki még tudja azokat a hagyományos népi módszereket, hogy miként lesz az elvetett kendermagból kész vászon. Rajta kívül még öten vannak az idősebb korosztályból, akik a régi eszközöket használják a feldolgozáshoz, ismerik a munkamenet csinyát-bínyát. Van ugyan néhány fiatal, akiknek próbálják továbbadni tudásukat, de félő, hogy egy idő után mindez elvész. Éppen ezért ennek a tudásnak a megőrzése céljából is indult el a kenderes napok Beregdarócon, amelyet idén már 17. alkalommal rendeztek meg. A népi hagyományok megőrzése nem csak a település, hanem az egész beregi vidék szempontjából fontos. Ezek az értékek lényegében ilyen lábakat képeznek a vidék alatt, amelyeket mindenképpen meg kell őriznünk, és aztán nem is elég, hogyha megőrizzük ezeket a múltunkba gyökerező értékeket, hanem ezeket úgy kell a hétköznapok részévé tenni, hogy azzal tovább is a további élésüket is biztosítsuk, és szinte észrevétlenül az kell, hogy a következő generációknak az életébe épüljön be. A hagyományok mindennapi életbe való beépülése pedig valós cél Beregdarócon, hiszen a településen komolyan gondolják, hogy a jövőt a kender köré építik. Eljött az a pillanat, mikor menedzsment szemlélettel kell nézni a települések életét, és én nagy reménységet fűzök a Nemzetstratégiai Intézettel közösen, hogy a helyi gazdákkal próbáljunk kendert termelni, és a Kárpát-medencébe újra felhozni a kendertermelést, és ezt szeretném Beregdarócot becsatlakoztatni a Kárpátok szatmári térsége, egy ilyen Beregdaróci központtal szeretnék kendert termeszteni és a kendertermesztéssel foglalkozni. A kendertermesztés korábban komoly hagyománnyal és gazdasági jelentőséggel bírt Magyarországon. Ennek felélesztése pedig nem lehetetlen, sőt kifejezett cél is. Magyarország egykor nagy kender nagy hatalom volt. Ebből az időből származik Orbán Balázsnak ez a bizonyos mondása, illetve írása, mely szerint a mi kenderünk
a kontinens minden kendere beleértve a legkiválóbb kender, éppen ezért nemzetgazdászati jelentőséggel bír, írta ő. Nos, ez nem csak a múltra igaz, ez most is igaz, ugyanis igaz, hogy megszűnt az elmúlt évtizedekben a kender termesztése és feldolgozása, ugyanakkor minden erőforrásunk, minden természeti és emberi erőforrásunk megvan ahhoz, hogy a magyarságot ismét kender nagy hatalommá tegyük a Kárpát-medencében. Ezek a rendezvények is nem utolsósorban azt a cél szolgálják, hogy vidéken érdemes és jó legyen élni. A kenderre épülő ipar újjáélesztése a térségben beleillik a kormány vidékfejlesztési stratégiájába is. Az első csoportba tartoznak azok a támogatások, amelyek ezek a támogatások többségét teszik ki. Egyébként amelyek a gazdaságfejlesztést szolgálják, elsősorban a mezőgazdaságfejlesztését, hiszen számunkra Magyarország azért a vidéki gazdaság, bárki bármit is mond, messziről jött emberen ne tessenek inni, tehát bárki bármit is mond, azért a mezőgazdaság az a vidéki gazdaságnak az alapja, életerős vidék, életerős gazdaság, mezőgazdaság, élelmiszer, ipar nélkül nem létezhet, tehát ezek a legfontosabb gazdaságfejlesztési céluk, de legalább annyira fontosak a közösségfejlesztési támogatásaink. A Daróczi Kenderes Napokon a látogatók nem csak a kendertermesztéssel és feldolgozással ismerkedhettek meg, hanem annak végtermékeivel is, így a Bereg-Daróczi unikumnak számító vászonvirággal és a beregi keresztemes hímzéssel készült szőttesekkel. De természetesen gasztronómiai udvar is várta a helyi ízek iránti érdeklődőket, valamint a színpadon bemutatkoztak a térség hagyományai őrző együttesek is. Nagy célokkal kezdte meg a felkészülést a következő szezonra a Fátum Nyíregyháza női röplabda csapata. A keret a nyáron több új játékossal is erősödött. A játékosok kemény edzésekkel és felkészülési tornákkal hangolódnak az októberi szezon kezdetre, ahol négy fronton kell majd helytállniuk. Először sziasztok! Biztos nehéz volt az reggel. Közös megbeszéléssel kezdődött a Fátum Nyíregyháza felkészülése a következő szezonra. Az idénynek 14 játékossal vág neki az együttes. A keret a nyáron nem nagy változáson ment keresztül, a tavalyi bronzérmes mag együtt maradt. Leitgeb, Noémi, Andrejkovics Alexandra és Sitku Tamara személyében mindössze hárman távoztak a csapattól. A mostani megbeszélésen azonban új arcok is feltűntek, akik erősítés gyanánt érkeztek. Tatjana Matic Békés Csabáról, Szanya Kalicanin a szerb Starapazovából, Kotor Máréka Vasasból csatlakozott a csapathoz, Szilágyi Lilla pedig az utánpótlásból került a felnőttekhez. Sikerült úgy erősítenünk, hogy akár posztokra is egy kicsit több variálási lehetőségünk van, mint a tavalyi szezonban. Mivel nagyon sok mérkőzésünk lesz ebben az idényben, így ennek megfelelően próbáltunk minden posztra egy kicsit erősíteni, lehessen rotálni a csapatot. A lányokra valóban sok mérkőzés vár, ugyanis négy fronton is helyt kell állniuk a következő idényben. A Magyar Bajnokság és a Kupa mellett a MEBZA Ligában és a CEF Kupában is indul az együttes. A csapat pedig komoly célokat tűzött ki, a következő szezonban szeretnének még a tavalyinál is jobb eredményeket elérni. Én azt gondolom és azt hiszem, hogy ezzel az együttessel kitűzhetjük azt a célt, hogy a bajnoki döntőbe kerüljünk. Na most ezt nagyon könnyű kimondani, de egy órási küzdelem lesz, nagyon erős a bajnokság új rendszerben. Extra liga lesz, 2-6-os csoportba kezdünk, és a 2-6-os csoportnak az első három helyezettje jut föl az úgynevezett extra ligába, és akkor ez a 6 csapat küzd majd a 4 közi jutásért, majd a dobogós helyekért. Egy hosszú út áll előttünk, a bajnokság a legfontosabb, ott még egyszer mondom, a döntőbe jutást tűztük ki célul. A szezonra éppen ezért keményen készül a csapat. Elsőként a szokásos általános felméréssel kezdtek a lányok. A következőkben pedig az edzéseken kívül felkészülési tornák és mérkőzések várnak rájuk. A Fátum október 3-án nyitja a szezont, mégpedig rögtön az Európa Ligában. A bajnokságban pedig október közepétől bizonyíthatnak a röpis lányok. Hibátlan vasárnapot zártak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei NB2-es futballcsapatok. A Nyíregyháza Spartacus hazai és a Kisvárda Mastergood idegenbeli mérkőzéseire nem csak a lehűléssel járó eső, hanem a gólzápor is megérkezett. A Spari hazai pályán fogadta a Budaörsöt, és a piros-kékek Kelemen Dávid 10. percben szerzett góljával hamar vezetést szereztek, de a vendégek a 62. percre fordítani tudtak.
Csillus Tamás a 64. percben egyenlített, majd ember előnybe került a Spari, és ezt kihasználva a hajrában Dragoner Filip, valamint Rezes László is betalált, így a Nyíregyháza 4-2-re győzött a Pest megyeiek ellen. A kisvárdaiak az NB2-be ezen a nyáron feljutott Eto FC Győr vendégei voltak, és a mérkőzésük a 90. percig éppen úgy alakult, mint legutóbb a Moson-Magyaróvár ellen. Vagyis a várdai vezetés után egyenlített az ellenfél, a hajrában pedig 3-1-re vezetett Kondás Elemér vezetőedző együttese, amely most nem rontotta el a végjátékot és megőrizte előnyét. A várdaiak góljait a három lehetőséghez jutott csatár Lukács Rajmond, Horváth Zoltán és Délceg Gergely szerezték. A forduló további eredményei a következők: Gyirmót Zalaegerszeg 5-0, MTK Cegléd 2-1, Moson-Magyaróvár Siófok 1-0, Szeged 2011 Békés Csaba 1-4, Kazincbarcika Vác 2-1, Soroksár Szolnok 0-1, Dorog Budafok 0-2, Sopron Csákvár 0-0. A szabolcsi csapatok két forduló után veretlenek, a tabellát a 3-6 pontos csapat közül jobb gólkülönbségének köszönhetően a Nyíregyháza Spartacus vezeti, az MTK és a Kazincbarcika előtt, a Kisvárda 4 pontjával az 5. helyen áll. A harmadik fordulóban vasárnap a Kisvárda játszik hazai pályán, ellenfele a Zalaegerszeg lesz, míg a Nyíregyháza a tavaly még NB1-es Gyirmót vendégeként szerepel. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 150 millió forintból 7 kilométeres szakaszon építenek ki csapadékvíz elvezető hálózatot napkoron. A település önkormányzata az úgynevezett topos keretből nyert uniós támogatást a beruházásra, amelyet jövőre terveznek. Napkoron több szakaszon kerékpárút is épül, 350 millió forintot fordítanak erre a célra. Több mint 100 millió forintos beruházással bővült a tiszavasvári strand és élményfürdő. A látogatók szombaton vehették birtokba az új hullámmedencét. Az üzemeltető azt reméli, az elmúlt évek folyamatos beruházásaival és a most átadott látványossággal egyre több érdeklődő számára lesz vonzó a tiszaparti kisváros strandfürdője, és idén megdől a tavalyi 76 ezres látogató rekord. Az első világháború hőseire emlékeztek Kállósemjénben. A település már a kezdetektől aktívan részt vett a harcokban, több mint 600 katonát soroztak be 1914 és 1918 között. A hősi halottak számára még 1931-ben emlékművet is állítottak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 7-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap ismét napos, meleg időben lesz részünk. Hétfőn északkelet felé távozik térségünkből a múlt heti forróságnak véget vető hidegfront, és kedden anticiklon határozza meg időjárásunkat. Délfelől száraz, egyre melegebb léghullámok érkeznek fölénk. Az éjjeli órákban már gyengén felhős, illetve derült lesz az ég. További esőre nem kell számítani. Az északi szél mérséklődik. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén gomoly felhős napos idő várható csapadék nélkül, mérsékelt marad a légmozgás. Délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet. A mai erős hidegfronti hatás holnapra megszűnik. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A hét közepén visszatér a kánikula, sok napsütésre, általában kevés fátyol, illetve gomoly felhőre számíthatunk. Csak elvétve fordulhat elő egy-egy hűsítő zápor, zivatar. Pénteken a nap második felében erősödő gomoly felhő képződés várható, egyre többfelé záporokkal, zivatarokkal. Szombaton még többfelé lehet csapadék, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és a hét utolsó napján is csak elszórtan lehet futózápor. A hőmérséklet a hét végén több fokkal visszaesik.